119 igen, 40 nem és 25 tartózkodással fogadta el az országgyűlés a kereskedelmi dolgozók pihenőnapjáról szóló törvényt, mely szerint 2015. március 15-től azoknak a boltoknak kell bezárniuk a hét utolsó napján, ahol nem a tulajdonos vagy annak családtagjai dolgoznak, és az üzlethelyiség nagyobb 200 négyzetméternél. Az elsősorban a dolgozók érdekeit védő törvény életbe lépése sokak szerint a hipermarketek tömeges megjelenését túlélő kiskereskedések számára is kedvező fordulat lehet. Az elmúlt 10 évben okozott nekünk nagy kárt ez a multikkal való verseny. Gyakorlatilag mindenkit padlóra vittek a kiskereskedelmet. Gyakorlatilag olyan 30-50%-os visszaesés keletkezett a boltunkba. Most az elmúlt 4 évben történt változások, melyek úgy érzem, hogy a mi boltunkat is segítették a túlélésben. Na most én azt várom ettől a kormánytól, hogy még jobban fogja segíteni a bolti kiskereskedelmet, és még jobban fogja szabályozni a multi nagykereskedelmet, hogy egyensúlyba legyünk, megfelelő partnerek lehessünk egymással. Ezt a mindenkori kormánynak kell kitalálni, hogy milyen módszereket alkalmaz rá, mert én szerintem az összes nyugati országban védik a saját kereskedőjüket, és ez várható el Magyarországon is, hogy védjék meg, mert a magyar emberek érdek, hogy itt fizetünk adót, és mi ezt nem fogjuk kivinni. Ez itt fog áfába lecsapódni, itt fog jövelem adómba lecsapódni, ez itthon fog maradni. És minél nagyobb arányban van a magyar kiskereselem jelen ezen a piacon, ezen az óriási piacon, annál több fog itt maradni. És szerintem ez az egésznek ez a tétje. A Gödöllői Csíkos ABC 1996 óta üzemel, és minden nap 6-tól 22 óráig tart nyitva, ünnepnapokon is. Mi vonatkozik önre a törvény szerint? Mit mond az új törvény? Hát, ha jól értesültem, akkor az új törvény ránk, mivel 200 négyzetméter alatt vagyunk, így nyitva tarthatunk, hogyha a családtagok dolgoznak benne. Hát mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert a családtagjaink által tudjuk üzemeltetni a jövőben is a boltot, úgyhogy a gödöllőiek a megszokott boltjukba, a megszokott ellátást is meg fogják kapni ezután is. Nagyon örülünk, hogy ez így fog alakulni. Közel 20 év tapasztalata alapján az embereknek a vásárlási szokásai igénylik-e a vasárnapi nyitvatartást és a vasárnapi egésznapos nyitvatartást? Én úgy gondolom, hogy a mi tapasztalataink alapján mi ránk szükség volt itt vasárnap. Itt bejárattuk ezt Gödöllőn, és mindenki egy biztonságot érzett, hogyha mi nyitva voltunk. Tehát, hogyha ünnepnapokon is bezárt a multi, akkor a Csíkosban nyugodtan számították ránk, úgyhogy mi biztosan úgy gondolom, hogy van egy bizonyos réteg, akinek szüksége van a vásárlásra, és most ez az elővendő fogja megmutatni, hogy ez hogy fog alakulni. Hogy a családok igazán ki fogják-e használni azt az egy pihenő napot, vagy pedig még nagyobb igény lesz a vásárlásra. Hogyan töltött eddig a vasárnapokat? Volt-e vasárnap is beosztva a munkahelyen, és ezek után hogyan lesz? Igen, szinte minden vasárnap voltam beosztva, mert hát kevés létszámmal dolgozunk. Most majd ez jobb lesz, mert így a családommal több időt tudok tölteni, és ez azért is jobb, mert a gyerekek is hétvégén vannak otthon. Hétköznap úgyis csak kutyafuttába látja őket az ember. Így jobban nyomon tudom követni akár a tanulmányait, akármit, tehát így több idő jut egymásra. Anyagilag kiesést okoz-e, hogy a vasárnapi napokon nem kell bejönni dolgozni? Nem lényeges kiesés szerintem, mert ezt tudjuk máshogy is pótolni. Tehát itt most hétköznap valószínű megnő majd a forgalom jobban, illetve a szombati napon, és hogyha épp otthon lennék szombati nap, akkor be is tudok jönni, hogyha én ezt így akarom, és akkor ezzel tudom pótolni a vasárnapi kiesésemet is anyagilag. Bizonyára beszélgetett itt helyben a kollégákkal, vagy esetleg más kereskedelmi egységben dolgozó ismerősökkel. Mi a vélemény erről a kormány döntésről?
Hát általában meg vannak vele elégedve, tehát 99%-ban az a maradék 1-2%-nyi azokra vonatkozik kiesés kereseti lehetőségből adódóan, akik csak hétvégén vállaltak munkát. Tehát őnekik igen kiesés, mert valami miatt hétköznap nem tudtak munkába állni, csak hétvégén. Hát őnekik igen. De egyébként nem, mert mindenki örült, hogy jut egy kis szabadidő a családra és önmagukra is. A 25 éves domonyi vegyeskereskedés is családi vállalkozásként működik. 1990-ben indult családi vállalkozás címen a vállalkozásunk. Akkoriban nyitottak ezek a palackozott italok boltjai, és egyéni vállalkozóként a feleségem indította el a vállalkozást 25 évvel ezelőtt. Miért gondolták úgy, hogy erre itt Domonyban szükség van? Hát az akkori viszonyokat felmérve közvéleménykutatást végeztünk, és úgy véltük, hogy igény van erre, és az időbe is igazolta, tehát volt rá igény. 10 éven keresztül voltunk otthon a lakásban, vagyis 13 éven keresztül, és utána kerültünk ki ebbe a bérleménybe, amit pillanatnyilag 12 éve bérelünk. Az önök üzlete nyitva van-e vasárnapi napokon? Hát a kezdeti időszakban, amikor nyitottunk, akkor igen, nyitva voltunk. Szintén azt tudom mondani, hogy 10 éven keresztül voltunk nyitva szombaton is és vasárnap is. De miután a gyermekünk felnyitotta a szemünket, hogy nem minden a vállalkozás és nem minden a pénz, nagyon kevés időt tudtunk a családdal tölteni, ezért azt mondtuk 10 év után, hogy a vasárnapi nyitvatartást már nem vállaljuk. Jelen pillanatban sem vagyunk nyitva vasárnap, és nem is tervezzük, hogy vasárnap nyitva leszünk ezek után. Egyébként indokolt lenne a vasárnapi nyitvatartás? Annak idején, amikor volt vasárnap nyitva voltunk, akkor azt lehet mondani, hogy a 4 órás nyitvatartás alatt nagyobb forgalmat csináltunk, mint egy teljes hétköznapi nap során. Tehát innen lemérve is biztos, hogy igény van rá, igény lenne rá, de még egyszer mondom, szeretnénk a családunkkal minél több időt tölteni. Önöknek, kiskereskedőknek erősödést jelent-e akár a hétköznapokban, hogy a vásárlóerő ide is kiterjed? Minimális százalékban számítunk forgalom növekedésre ebből a szempontból, mert azok a vásárlók, akik eddig eljártak a multikba szombaton és vasárnap, azok ugyanúgy szombati nap folyamán el fognak járni, és megejtik a vásárlásukat, én szerintem szombaton. Tehát minimális százalékban talán érezhető lesz a mi részünkre is ez a fajta törvény, de nagyon sok reményt nem fűzünk hozzá. A jogszabályban kivételként rögzítették, hogy az adventi időszakban és az év egy szabadon választható vasárnapján nyitva lehetnek az üzletek. Tehát a boltok évente pontosan 5 vasárnap nyithatnak ki, a 4 adventi vasárnapon és egy szabadon választotton. 1996. januárjában indítottam el a vállalkozásomat, a szüleim segítségével, ezt tanultam, tehát kereskedelmet végeztem, és ők gondolták, hogy akkor ez az üzlet itt nagyon jó helyen van, akkor kezdett fejlődni Szalának ez a része, és azért gondoltuk, hogy itt egy élelmiszer boltot nyissunk. Milyen időszakokat élt meg ez a vállalkozás? A kezdetén ugye még az üzlet is kicsi volt, és utána, hogy folyamatosan ugye bővültek az igények, folyamatosan bővült a bolt választéka is, a területe is, és mindig alkalmazkodtunk ahhoz, hogy a kedves vásárlók mit szeretnének, mi az, amit tartsunk, amivel kiszolgáljuk őket, és kényelmesebbé tesszük a vásárlást. Ma mi minden kapható a boltban? Hát az alapélelmiszerek mellett ugye a tejkenyér, tehát megpróbáljuk minél jobban bővíteni, tehát a sör, az üdítő, mellett a zöldség, ami nagyon fontos, illetve hát a vegyi áru, mindenféle apró cseprő, a gázpalack, tehát mindig, amit a kedves vásárlók kérnek, megpróbáljuk kiszolgálni.
A hétköznapok mellett szombat-vasárnap is nyitva tartunk, tehát mindig is az első, tehát a kezdet kezdetétől szombaton délután is, tehát szombaton egész nap, vasárnap pedig csak kettőig vagyunk nyitva. A vasárnap délután nyitvatartás azért indokolt, mert van, aki tehát később jön vásárolni, vasárnap pihen, és utána jut eszébe, hogy mégiscsak valami hiányzik az ebédhez, és ezért szoktak inkább tehát dél és két óra között többen járni vásárolni. Az ön esetében mekkora vásárolóerőt von el ez a rövidített nyitvatartás, amit az új törvény ír elő? Hát az emberek egy idő után megszokják, hogy alkalmazkodni kell ehhez a nyitvatartáshoz. Itt én úgy érzem, hogy rugalmasan fogják ezt kezelni, és megértik azt, hogy a törvény előírásnak meg kell felelnünk. A szabályozás nem csak az élelmiszer és vegyesboltokra, hanem a vasárnap is nyitvatartó virágüzletekre is kiterjed. Mindennel foglalkozunk, ami a virággal kapcsolatban van. Tehát koszorú, menyasszonyi csokor, köszöntői csokrok, virág, cserepes virágok, tehát mindenféle. Milyen nyitvatartással működnek a hétköznapokon és a hétvégeken? Hétköznap 8-tól 17-ig, szombaton 8-tól 13-ig, vasárnap 8-tól 12-ig. Mit gondol ön, hogy szükség lenne a hosszabb nyitvatartásra? Szüksége van az embereknek arra, hogy vasárnap is a virágboltba tudjanak vásárolni? Szükség van, de 8-tól délig. Tulajdonképpen, mert addig lemegy minden, és délután már nem nagyon jönnek. Én próbáltam, hogy délután nyitva vagyunk 2-ig, 3-ig, egy-egy ember jött be. Tehát nem éri meg. Sok kiskereskedelmi társasághoz hasonlóan egy ismert pláza is meghosszabbított nyitvatartási idővel reagált a vasárnapi zárvatartási tilalomra. A bevásárlóközpontok éttermei, fitnesstermei a mozikhoz hasonlóan továbbra is nyitva lehetnek vasárnap. Az általunk megkérdezett fiatalok viszont ennek ellenére sem örülnek az új törvénynek. Szoktatok plázába járni? Viszonylag elég sokat, igen. Hát általában, ha szabad időm adja, akkor igen. Mennyi időt szoktatok ott eltölteni? Hát egy-két óránál többet nem. Az egész napot rajtam múlik. És hallottatok erről a vasárnapi zárvatartásról? Persze, szerintem az egész ország hallott róla, szóval ez... Mivel töltitek el ott az időt? Igazából legtöbbször inkább csak kiszemelem, amit szeretnék egyszer majd megvenni, de hát meg ugye bevásárlóközpont, ugye úgy megtalálmattam az alapvető élelmiszert, stb. Inkább ez, ami jellemzőbb. Hát általában csak úgy csavargunk, meg beülünk valahova kajálni. Sajnáljátok, hogy vasárnap zárva lesz néhány pláza? Igen, mert a legtöbb embernek, és például nekem is, akármilyen korosztályról beszélünk, akkor van szerintem a legtöbb szabad ideje, a hétvégén, szombat, vasárnap, és az ugye a vasárnap ki van ittatva, akkor az úgy a boltoknak is, és az embereknek is sokkal hátrányosabb. Jársz hétvégenként plázába? Plázákba nem szoktam, nagy áruházakba, illetve zöldségboltba és kisebb kereskedésekbe is. Miket vásárolsz? Általában ruhákat, de volt már olyan, hogy néhány alapanyag kellett így a vasárnapi ebédhez, és akkor azt vettem meg. Hallottál a vasárnapi zárvatartásról? Mi a véleményed róla? Igen, olvastam egy-két cikket róla, és nekem nagyon nem tetszik. Szoktál plázába járni, például hétvégenként? Hát igen, szoktam. Miket szoktál vásárolni? Hát sok mindent. Ruhákat, ilyesmiket. Mennyi időt töltesz el egy plázában? 4-5 órát szoktam. Hallottál a vasárnapi zárvatartásról szóló törvényről? Igen, hallottam már róla. Mi a véleményed róla? Hát szerintem nem annyira jó ötlet, vagy én hát az Egyesült Államokból jöttem, és ott hát nincs ilyen, vagy nem lehetne ilyen törvényt bevezetni, és nagyon, nagyon fura, és nem, szerintem nem alkalmas. Miért gondolod, hogy nem alkalmas? Hát, mert van olyan, aki egész héten át dolgozik, és csak vasárnaponként mehetne vásárolni, ilyesmiket csinálni. És ha be vannak zárva mind az üzletek, akkor az nem jó.
én meglátásom szerint a családoknak és a dolgozóknak ez az egy nap feltétlen jár. Azok a kiskereskedők, akik pedig nyitva lesznek, azok pedig vállalják azt, hogy a családon belül üzemeltetik ezt a boltot. Én összhatásában úgy gondolom, hogy mindenképpen ezt a vásárlást ez az egy nap kivételével igazából a családoknak nem fog problémát okozni. Sőt, kimerem jelenteni, hogy a kereskedelembe se fog kárt okozni, mert azonnal ezek a kis családi vállalkozások be fognak állni, és azt az egynapos űrt ki fogják tölteni. A 2015. március 15-én hatályba lépő törvény nem vonatkozik a gyógyszertárakra, benzinkutakra, repülőtéri boltokra, vasúti és autóbuszpályaudvari üzletekre sem. Emellett a szórakozóhelyek, mozik, fürdők kereskedelmi tevékenységére sem terjed ki a törvény.